vörös rébék által ment a keskeny hallón, s elrepült. Arany János Vörös rébék című művével kezdődött az Irodalmi Kávéház megnyitója. Ezzel a rendezvénnyel önkényesen kitolták az arany emlékévet, mondta köszöntő beszédében az intézmény igazgatója. A kávéházba a katolikus iskolák diákjait várták. A programot 3 évvel ezelőtt indították útjára, amit nem versenynek szántak, mesélte a kezdetekről a szervező tanár. Tanulmányi versenyből van elég megyei és országos szinten is. Szándékoltan az a célunk, hogy ne azt kérdezzük ki, amit a gyerekek megtanulhatnak a tanórákon, hanem inkább a kreativitásukra alapozott feladatokat kapjanak, akár irodalmi, zenei, történelmi, képzőművészeti témákat ölelnek fel ezek a feladatok. Az idén 8 iskola 80 tanulója vett részt a bajai programon. A zsűri a kísérő tanárokból állt, akik azt figyelték, hogy melyik csapat miben a legügyesebb. Ez a minősítés került később az oklevelekre is, vagyis például legkreatívabb vagy legszebben beszélő csapat. Most tanultuk ugye az aranyballadákat, és nagyon élvezetes volt. Aztán amikor a tanárnő mondta, hogy lehetőségünk van egy ilyen rendhagyó versenyre, akkor nagyon megörültünk neki, és igazából így mindenki nagyon lelkesen jelentkezett. A diákok első feladata például az volt, hogy válasszanak csapatnevet, és írjanak hozzá egy 4 soros kis verset. Érdekelt Arany János élete. Már ez előtt is foglalkoztunk vele, mert voltunk kint Erdélyben, ahol ez volt a fő téma, mert ugye 2017-ben volt a 200 éves évfordulója, és nagyon érdekelt minket az irodalomban is, otthon vagyunk. A katolikus iskolák találkozóját és egyben az Irodalmi Kávéházat annak idején hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, így jövőre is lesz folytatása.